Ja, volt az a gép. Már is? Nyomod öreg! Jövök! Au! Az a hátadra! Papi, de sokan vagy te! Gorjál már! Hajnál, papi! Na szóval... Üdvözlök mindenkit! Szia, papi! Lehet hallani? 1-2, 1-2. 3-4-5. De... Krisztián, maradj már egy kicsit, egyszer. Külön kezelést kapsz mindjárt. Na szóval... hát ahogy láttam, a statisztáim nem feltétlenül vannak itt, úgyhogy ez most így marad a szokványos történet. Páram már ismerhetitek, de annyi, hogy most a végén elmondom, hogy amit el kell majd mondanom. Jó? Szóval történetmeséléssel érkeztem, és... Ennek a történetnek a neve a pap és a fél citrom története. Összeesni ér, menjetek levegőzni, ha akartok. Szóval élt egy pap, és egy faluba frissen került papként. És hát annak a falunak, annak előtte nem nagyon volt még temploma. Aztán hát első lépésben próbált egy kicsit bevágódni a hitközösségnél. Így hát első lépésben rögtön föl is húzott egy templomot. Aztán, hát amikor elkészült a templom, akkor rögtön meg is tartotta az első miséjét. Közben egy pillanatot várok, mert lehet, hogy előkerülnek a statisztájuk. Megjöttek a statiszták. Üdvözöllek titeket! Szép jó napot kívánok, én vagyok a pap. Jó napot, én vagyok a koldus. Na, szervusztok, akkor mesélem is tovább, jó? Aztán itt a dialógusoknál akkor segíthettek nekem. Szóval, amint felépült a templom, az első misét azt rögtön celebrálta is a pap. Aztán, hát a misa végén oda ment a koldus a paphoz, és így szólt. Pap, légy jó, és adj egy fél citromot. Aztán a pap elment a sekrestjébe, félbevágott egy citromot, oda vitte a koldusnak. Koldus, áruld már nekem, hogy mire kell az a fél citrom. Kicsit arrém állok. Aztán a koldus fogta magát, és elszaladt. Hát, szaladt egészen a falu végéig, pap utána eredt, de hát nem volt valami túl jó kondiba, úgyhogy hát a végén így elfáradt, és hát futni hagyta a koldust, a falu végén nyoma veszett. Aztán jött a következő heti mise, szokásosan előkészült a papa misére, és mise végén egyszer csak megint megjelent a koldus, azt megint így szólt. Pap, légy jó, és adj egy fél citromot. Pap megint jó szokásához híven elment a sekrestjébe, félbevágta a citromot, odaadta neki, aztán megkérdezte. Fiam, áruld el nekem, hogy mire kell az a fél citrom. De hát a koldus az megint fogta magát, elszaladt. Na most a pap utána szaladt, de hát előző héten tanult a dolgokból, és hát a hétköznapokon gyakorolta a futást, minden este eljárt, futott egy kilométert, így hát majdnem nyakon is csípte a koldust, mikor a koldus beugrott a falu végén a kis patakba, keresztül úszott rajta, aztán szaladt tovább. No hát a pap az nem nagyon tudott úszni, nem volt benne túlságosan jártas, úgyhogy nem ugrott utána. Eltelt megint egy hét, de a pap átment minden nap a szomszédos faluba, aztán gyakorolta az úszást. Következő misére már fürdőgatyába meg sportcipőbe érkezett, megtartotta a misét, aztán a mise végén a koldus megint csak ott termett. Azt mondta a papna. Pap, légy jó, és adj egy fél citromot. Pap megint elment a sekrestjébe, félbevágta a citromot. Aztán odaadta a koldusnak, és megkérdezte tőle. Fiam, mire kell ez a fél citrom? Áruld már el. Hát a koldus az megint elszaladt. Pap utána eredt. Szaladt utána, már éppen majdnem nyakon csípte a koldus, megint beugrott a patakba, átúszta. Koldus szaladt tovább.
Pap utána ugrott, ő is átúszta a patakot, aztán szaladt utána ő is tovább. Míg nem odaértek egy repülőgép roncshoz, aztán a koldus fogta, főtépte az ajtót, magára húzta és bezárkózott. Hát a pap az nem igazán értette a repülőgépeknek a főtöréséhez, meg a zárfeltöréshez, úgyhogy a következő hetet azt a mexikói rokonoknál töltötte, aztán elsajátította a zárfeltörésnek a csinyát binyát. Na hát, újult erővel következő héten, megint csak a mise végén, ott termett a koldus, azt mondta a papnak. Pap, légy jó, azt adj egy fél citromot. Hát a pap megint elment a sekrestjébe, megint félbe vágta a citromot. Aztán odaadta neki, és így szól. Koldus, légy szíves, áruld már el, hogy mire kell ez a fél citrom. Hát a koldus megint elszaladt. Pap utána szaladt. Szaladtak egészen a falu végéig. Beugrottak mind a ketten a sebesen folyó patakba, átúzták, szaladtak tovább. Meg se álltak. Aztán egyszer csak megint odaért a koldusa. Repülőgép roncshoz. Főtépte az ajtót, magára zárta. Na de hát a pap azért, ugye eltöltött egy hetet a mexikói rokonoknál, zárfeltörést, csinyát, binyát eltanulta. Oda ment, főtörte az ajtón. Aztán fölé tornyosult a koldusnak. Ott ült, diderekbe, vacogva. Jaj, pap, ne bánts, ne bánts! Aztán a pap mondta neki. Fiam, hetek óta üldözzük itt egymást, futok utánad folyamatosan. Légy szíves, könyörögve kérlek. Félbevágok neked akárhány fél citromot, kapsz egy zsákkal, ha kell, csak mondd már el nekem, hogy mire kellett az a fél citrom. Aztán a koldus gondolkodott egy kicsit, majd így szól. Jó van, pap, elmondom, de akkor légy jó, és ne mondd el senkinek. És a pap nem mondta el senkinek. Ezért kést kéne dobálni, nem tapsot. Most ide húzáskod direktén. Hát ez ilyen öregem. Köszönöm szépen a drága segítőimnek a segítséget. Nagyon szívesen máskor is. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. A fél citromot. Ez csak a rövidített verzió volt, ennél sokkal hosszabb szokott általában lenni.